Milyen érdekes, azért mindig-mindig visszaköszön azért Kriszta a Startplusz adásában egy-egy olyan téma, ahol az én óvodás kori próbálkozásom. Az első sport, amelyet űztél. Érted? Amelyben megmutattad magad, a balett. Igen, mert hogy ugye erről, már nem arról fogunk beszélgetni, hogy én most miért nem balettozok, hanem egy fantasztikus produkcióról, eladássorozatról lesz szó. Rövidítve, nagyon találó, GIF. De Girls in Focus, ez ugye az eladássorozatnak a címe, ami lányok majd szeptember... Lányok a fókuszban. Köszönjük. Szeptember 12-15 között lesz, 5 darab eladásról van szó, és ugye természetesen ez a MIPA-ban lesz majd látható. Vendégeink pedig Földi Lea, jó reggelt kívánok, aki már címzetes magántáncos, jól mondom, és Felméri Lili magántáncos, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Hát meséljetek nekünk erről az 5 darab produkcióról elsőként. Nekünk van egyet, felírtak nekünk a szerkesztők, még mielőtt megszólalnátok. Hans van Manen, ezt a Krisztinek kellett volna mondani. Trois Gnoissen című érzékeny padődője után jön, ugye? A trójai játékok. Így van. Le a kalappal. A folytatásot hírtak. Tulajdonképpen az előadás maga az 4 darabból áll, és 3 koreográfus munkája látható benne. Kilian, Robert Norse és Hans van Manen a 3 koreográfus. Miről szól az előadás? Mi az üzenete? Hát ugye, mint a címe is adja, a nők, a lányoknak különböző értékeit, erősségeit mutatja be a darab. Külön kiemelném a Trójai játékok című Robert Norse koreográfiát, ami eredetileg férfiakra lett koreografálva. De érdekes. Igen, és a mi társulatunk most a női verzióját is előadja. És hát külön érdekesség, hogy olyan ugrásokat, forgásokat táncolunk, csinálunk a színpadon, amit hivatalosan nők nem szoktak táncolni például. Nincs is átszabva akkor a koreográfia a férfiakról a nőkre? Azonos a koreográfia? Teljes mértékben. Teljes mértékben. Ez újfajta tanulási módszert jelentett. Emelgetjük is egymást, egymásra rámászunk, tehát komoly fizikai munka is benne van a darabban. Milyennek az üzenete? Miért csináltok olyat, amit férfi balettosok szoktak csinálni? Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó jó kihívás a számunkra, tehát hogy tulajdonképpen mi nők bármire képesek vagyunk, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó csapatot hozott létre, és egy jó csoportmunka zajlik most is, illetve zajlott a próba folyamat alatt, és szerintem nagyon élveztük minden pillanatát ennek a produkciónak. No, és akkor ugye eddig beszéltünk egy vagy kettő előadásról, ugye? Vagy darabról? Tegnap volt az első előadás. Milyen volt a fogadtatás? Hogyan érzékeltétek? Nagyon jó, nagyon jó. Mi a Lilivel ma fogunk premierezni a Trójai játékokból. Én tegnap a Kilian darabba, a Falling Angel-be táncoltam, ami hát mindig egy nagy siker. Ez egy olyan darab, ami csak dobzenére játszódik, és ez nagyon komoly koncentrációt igényel, hiszen végig kell számolni a darab közben, és ráadásul nem csak bizonyos mennyiséget, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanem valahogy 15-öt van, hogy 20-at van, hogy 6-ot, 3-szor 6-ot, szóval iszonyú. Csak dob. Igen. Milyen hosszan? 15 perc körülbelül a darab, tehát... Mert annak a befogadása a néző számára is nagyon igen. Egy kulisszatitkot áruljatok el nekünk. Ugye a prózai színházban, amikor ugye fent vannak a színészek a színpadon, ugye ott vannak az ügyeletesek, nem tudom, valami olyan súgó, de hogyha valaki zavarba jön, és hirtelen leblokkal nem tudja, mi a szövege, akkor ott besúgnak neki mondjuk egy szót. A táncosoknál mi van akkor, hogyha valaki hirtelen... Van ilyen egyáltalán? Hát néha előfordulhat, de hát nálunk nincsen előtáncoló, vagy hogy mondjam. Hát ez az. Nincs, aki oldalról mutatja. Nincs. Különösen ebben a darabban, a Falling Angel-ben, hogyha valaki elszámolja magát, vagy hirtelen blackoutja lesz, úgymond, akkor az igen komoly gond. Hiszen... Mennyi előkészület előzte meg Lili a ti felkészülésetekért? Én azt gondolom, hogy 2-3 hetet keményen dolgoztunk, mielőtt tegnap színpadra mehettünk. Mi, akik nem balettozunk, igen, ez soknak, normálisnak, kevésnek tekinthető.
Én azt gondolom, hogy ez elegendő volt. Tehát először ugye megtanultuk a lépéseket, utána hát mindenképp szuflailag dolgozni kell azon, hogy az ember elejétől a végéig kibírja az adott koreográfiát, és már nagyon vártuk, hogy tegnap eltáncolhassuk a darabokat. Hova megy tovább a MIPA-ból, ami ugye Európa egyik legszínvonalasabb helyszíne egy ilyen produkció bemutatására? Ez a Girls in Focus csak a MIPA-ban lesz. Tehát egyébként aki akarja látni, most menjen. Igen, igen. De ha jól tudom, még áprilisban is visszahozzuk ugyanezt az estét. De egyébként például lesz októberben egy úgynevezett OO program, ahol belföldön viszünk pár darabot, amiben a Troanozien is menni fog, ha jól tudom. Így van, tehát majd utazunk belföldön. Az öt tangó is. Alapvetően egyébként ennek a formációnak, ennek a darabnak, ennek a struktúrának az ötlet az kitől származik? A MIPA-nak a vezetésétől, nem tudom én, tőled. Hát az opera vezetősége, illetve Solymosi Tamás balettigazgató döntött. Na most lehet, hogy nem akarunk kellemetlen helyzetbe hozni, de azért minden sportnál vagy minden művészeti ágban vannak sérülések, sérülési lehetőségek, és azért ezt elmondhatjuk ugye, hogy nálatok táncosoknál is néha valami meghúzódik, mert ezt nem látják a nézőink. De mi látjuk. De mi látjuk, hogy ezt hogy is hívják, ezt a hosszú ragasztó... Hát ez egy tépszalag. Ez, ami különböző sérüléseknél ugye valamit igen, segít. Igen, igen, de szerencsére én nem vagyok lesérülve, ez inkább csak ilyen biztonsági. Megelőzés. Igen, mert a tegnapi színpadi próba után éreztem, hogy egy kicsit be van feszülve a vádlim és a bokám, és ezért inkább feltettem magamra ezt a tépszalagot, de ez az előadáson nem látszódik szerencsére. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Én egyébként annyira örülök, mert mi itt a Start Plus-ban egyre gyakrabban beszélünk egyébként balettról, vagy előadásokról. Csodálatos, és végtelenül, kemény sport. De hogy milyen gyönyörű ezt nézni. Ezt tudjátok, és hogy nekem mekkora élmény, amikor most például a tavalyi évadban is az Erkelben néhány előadást láttam. Egy csodálatos művészeti ágról van szó. De balett nagyon szépen van. Köszönjük. Igen. MIPA-ban mikor? Ma este és szombaton végig. A mozdulatok, Kriszta, amit ők tudnak, az valami olyan földön, most azt mondtam, hogy de föld... Tudod, mi az érdekes? Én azért élvezem kevésbé ilyen önfeledten a balettet, mint te, mert mindig ott van a fejemben az a befektetett munka, amit mögébe tesznek. Olyan... Az sok év vér és izzadás, most bocsánat, hogy gyönyörű ez dolgot csináltok. De az elmény, ez csodálatos. Gyönyörű. Szeretettel várunk bármikor. Én biztos, hogy szeretnék elmenni, vagy el is fogok menni, de el kell köszönnünk most a nézőinktől, mert hogyha kinéztek az órára, látjátok, hogy már erőteljesen pirosban vagyunk, és az azt jelenti, hogy már rég lejárt az időnk. És nekünk tartanunk illik az időt. Igen. Nekünk igen. Például nem sokára következik a fórum. Igen. Úgyhogy mi el is köszönünk. Legyen szép napjuk, viszont holnap ugye a szokott időpontban, olyan 6-25 körül már találkozhatnak velünk. Legyen szép a napjuk, vigyázzanak magukra, ma még ilyen igazi nyárias idő lesz. Úgyhogy esőkabátot nem kell magukkal vinniük, és a kötött pulóvert se vegyék ki még egyelőre a szekrényből. Nagyon vigyázzanak magukra, szeressék egymást, szép napot. Ez két levegő volt, azt hittem egyből megcsinálod, várjuk önöket holnap reggel, Robival, legyen szép.